Szeged határában fekvő, volt szovjet laktanya területén lévő irodaépületekben több robbanás keletkezett. Ennek folytán várhatóan nagyszámú sérült található az épületekben, illetve az épületek környezetében. Kérem, hogy a kiérkező egységekkel kezdje meg a felderítést, illetve a beavatkozást vétel. Az épületbe be fogunk hatolni a vízimentőkkel. A kvadosok, én azt kérném, Norbi, hogy itt kint nézzétek át a két épület közötti területet, valamint az épület, az északi kettes épület utáni területet. Ezt kezdjétek el módszeresen ettől az épülettől átvizsgálni. Figyeljetek légvezetékekre, közművekre, gázkifúvás, veszélyes anyagot, ha láttok a földön, ordót, bármit, azt jelezzétek. Valamint ez egy romosodott épület, tehát nagyon figyeljetek fölfelé. Tulajdonképpen csatárláncot kezdjük el átnézni, és minden. És ha bármilyen veszélyes dolgot látok, azt le kell jelenteni. Tehát kábelot, kábel, gázvezeték. Egy fő sérültet találtunk az épület 30 szintjén keleti végén vétel. Nagyon fázom. Nyugalom, semmi baj. Folyosón az egyik szobában két fiatal hölgyet találtunk sérültet, az egyik szemsérülése van, nem tud magáról. Szemfejsérülés. A másiknak fejsérülése van. Hatalmas szerepe van itt a koordinációnak. Egyébként maga a gyakorlat is lényegében az első fél órában, órában csak arról szólt, hogy a csapatok vezetői megbeszélték, áttekintették a kárhelyet, és megbeszéltek mindent olyan messze menőkig, hogy beosztották például milyen egységek, hány fővel, melyik emeleten fognak személyeket keresni. Éppen azért, hogy ne duplikáljuk a feladat végrehajtást, hanem minél gyorsabban, minél hatékonyabban eljussunk a sérültekhez, és ki tudjuk őket menteni. Ennek az együttműködésnek egyébként nem csak a csapatok között van óriási jelentősége, hanem ha majd lesz esetleg olyan helyzet, amikor együtt kell egyszerre dolgozni a hivatásos erőkkel, nagyon fontos, hogy megtanulják azt a metódust, azt a kommunikációt és azt a fajta kapcsolattartást, ami szükséges ahhoz, hogy hivatásos és önkéntes egyszerre és minél hatékonyabban, minél gyorsabban tudjon dolgozni.
Jani! Szandi, mi történt? Itt voltál lent? Nem tudom. Jó. Nagyon hasznosak ezek a gyakorlatok, hiszen mindig úgy szervezi őket a katasztrófavédelem, most ilyen esetben ugye megyei szinten, hogy az általa ismert mentőcsapatok egyeznek meg arról, hogy ki melyik képességével tud kijönni. Mi a Magyar Vöröskeresztnél többféle képességgel rendelkezünk. Erre a gyakorlatra az első segélynyújtóinkat hoztuk ki, akik alapszinten tudnak beavatkozni egy-egy katasztrófa helyzet esetén a sérültek ellátásába. És a mögöttem lévő sátor, az egy egészségügyi sátor, aminek az a neve, hogy H-Hero, az az idei esztendőben fejlesztette ki a Magyar Vöröskereszt, és gyakorlatilag egy magasabb szintű egészségügyi ellátást biztosító egység, amely például Idomeniben is bevetésre került, de megyei szinten is használható, ezért hoztuk el erre a megyei gyakorlatra, hogy itt is a rendszer részeként kipróbálhassuk magunkat. Ez mellett mi minden alkalommal, amikor ilyen gyakorlat van, akkor biztosítjuk az imitátorokat is, hiszen szervezetünk foglalkozik az ő felkészítésükkel, ami azt jelenti, hogy a sérüléseket, a sérülteket és az áldozatokat az élethűhöz nagyon közeli módon próbálják ők eljátszani. Ahhoz, hogy valakit lementsünk jelen esetben ezt a halott siklóernyőst, alapvető eszközökre van szükségünk, mint a csigák, csigasorok, ereszkedő, mászó, biztosító eszközök. Igazából az egész egy nagy improvizálás. A sérült, hogyha jelen pillanatban tehát sérült, nem egy halott, akkor annak függvényében, hogy milyen a sérülése, olyan technikákat szedünk rá. Most egy alapvető csapatban való dolgozás lesz. Én felmászok, a kollégám pedig ki fogja emelni a sérültet, és ő fogja leengedni magát a súlyt, én meg végig kísérem az ereszkedés során majd ezt a halott siklóernyőst. Gyakorlaton most közel 100 fő szerepel, és a gyakorlat különlegessége az, hogy egytől egyig önkéntesek. Természetesen a gyakorlat koordinációját, illetve a szervezését a Hivatásos Katasztrófavédelmi Szerv végezte, viszont innentől kezdve az összes beavatkozást, mentést, az utolsó szög beütéseig kizárólag önkéntesek végzik. Nagyon fontos ez nekünk, hiszen ezek az önkéntesek lesznek azok, akik egy olyan térben, időben, kiterjedtebb veszélyhelyzetben meg tudják majd segíteni, támogatni a hivatásos erőket, amikor az erre rendelt szervezetek ereje már kezd kimerülni. Hiszen előfordulhat egy olyan árvízi helyzet, ne adj Isten földrengés, bár ez azért hála Istennek ritkábban sújtja hazánkat, amikor bizony óriási kárterületen, és nem egy-két napra, hanem akár hetekre igénybe kell venni a mentőerőket. Ilyenkor természetes, hiszen ők is emberek, hogy a váltásukra szükség van. És mindenképpen fontos az, hogy akik a helyükre lépnek, akik váltják őket, ugyanolyan tudással rendelkezzenek, mint a hivatásosok.